A Széchenyi Programiroda közel a segítség elnevezésű őszi konferencia sorozat első pécsi állomásán tartottak előadásokat szerdán. A rendezvény célja, hogy bemutassák azt a tevékenységi kört, amit a megyei önkormányzat, illetve a Széchenyi Programiroda vállalt az Európai Uniós pályázatok munkaellátása kapcsán. Az előadások széles társadalmi réteghez szólnak. Azoknak szól, akik esélyesei annak, hogy a pályázatokon el tudjanak indulni, illetve azoknak az önkormányzatoknak és minden más egyéb civil szereplőnek is, akik a pályázatok vonatkozásában érintettek lehetnek. Ez egy nagyon széles körű társadalmi réteg. A Széchenyi Programiroda feladata a pályázati felhívások népszerűsítése, illetve a kedvezményezettek tájékoztatása. Az előadásokban szó esett hiteltermékekről, vállalkozói helyzetképről, valamint a települési önkormányzatok jelenlegi fejlesztési pályázatairól. Az uniós pályázatok benyújtása folyamatos, a felhívások jelentős köre már kiírásra került, jelenleg pedig társadalmi egyeztetés alatt áll számos pályázat. Ezeknek a tervezett megjelenése vélhetően jövő év elejére át fog csúszni. Így azt gondolom, hogy a 2017-es év még teljes egészében rendelkezésére fog állni a pályázóknak a támogatási kérelmek benyújtására. Az Európai Uniós pályázatok vonatkozásában a bölcsödeépítéstől egészen a gyártósorokig mindent meg lehet valósítani, így széles körben nyújt segítséget a Széchenyi Programiroda és a megyei önkormányzat.